a 21. OMSZ Halfogó Kupa résztvevőit, kedves vendégeinket. Külön szeretném köszönteni a horgászverseny fővédnökét, dr. Csató Gábort. Régióvezetőnket, dr. Kocsmáros Ferencet. Megyei vezetőnket, Illyés Györgyöt. Tiszavasvári város polgármesterét, dr. Fülöp Eriket. Tiszalökváros polgármesterét, Gömze Sándort. Valamint a Szabolcs megyei Horgászszövetség elnökét, Virág Imre urat. Fölkérném fővédnökünket, Csató doktort, nyissa meg a rendezvényt. Tisztelt bajtársak, hölgyek, urak! Köszöntök én is mindenkit. Először szeretnék elnézést kérni a késteremért, de mentségemre szóljon, hogy én a tó mellett voltam, és aktívan figyeltem a teszt időszakot. Számos bajtársunk, ha nem tudom, hogy mennyire engedik meg a versenyszabályok, de már melegítettek a versenyre, és próbálták a halakat megfogni, amik ekkora méretekben voltak. Tehát megmutatok mindenkit, aki nem volt ott, az ellenfelek ekkorában győztek eddig. Köszönöm szépen egyrészt, hogy a fővédnöke lehettek ennek a rendezvénynek. Másrészt örülök, hogy az országos mentőszolgálat az ilyen rendezvényeket is tudja támogatni, így biztosíthatok mindenkit, hogy jövőben is fogjuk. Ugye ezt az eseményt is a főigazgatósági 200 000 forint felajánlással támogatta. Ezt a jó szokásunkat a jövőben is megtartjuk. Itt a tó mellett voltam, így nosztalgiáztam, egy kicsit beszélgettem a bajtársakkal, és eszembe jutott az a 2000-es évek elejé vonulásom, amikor egyeken vonultam, aki a környékbeli, azt tudja, hogy nincs is olyan messze ez a hely ide. És ott praktikusan két éjszakát vittem a hétvégén, a nappali időszakban pedig az Ohati tavon horgáztam a bajtársakkal. Tehát ha mondhatom, a horgászat szeretete bennem is megvan, bár most sajnos vissza kell induljak Budapestre, így nem tudok ennek hódon, de remélem, hogy jövőre ez is sikerül. Mindenkinek sok sikert kívánok, görbüljön a bot, és azt gondolom, hogy mindenki nyertes ennek a rendezvénynek, bármit is fog, vagy bármit is nem, és egy jó kis közösségépítő szokásnak lehetünk ismét szemtanúi. Sok sikert és jó szórakozást mindenkinek. Köszönöm. Köszönjük szépen. Fölkérném dr. Fülöp Erik urat, hogy köszöntse a résztvevőket. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves vendégek, kedves mentőszolgálatosok, kedves rokonok, családtagok, ismerősök, barátok, nagy szeretettel és nagy tisztelettel köszöntök én is mindenkit Tiszavasvári Város Önkormányzatának a nevében. Én azt gondolom, hogy óriási megtiszteltetés, hogy mi adhatunk otthont egy ilyen rendkívül rangos és gondolom, hogy nagyon-nagyon vált rendezvénynek. Kérem, fogadják el tőlem és engedjék meg, hogy először is magánemberként is, és polgármesterként is köszönetet mondhassak önöknek, mindannyiuknak, akik mentőszolgálati tevékenységet folytatnak, és nap mint nap, akár az életüket is kockáztatják azért, hogy bennünket, magánembereket, elesetteket és betegeket menthessenek meg és gyógyíthassanak. Én azt gondolom, hogy ez a köszönet, ez méltán jár ki mindannyiunknak. És most, hogy egy kicsit kedvesebbre és könnyedebbre, vidámabbra fordítsam a szót, hát én azt gondolom most, hogy itt végignézek, nagyon szép számmal gyűltek össze férfi emberek, és hát mi is lehet önfelettebb szórakozás a férfi emberek számára. Én azt gondolom, hogy jó behűtött szabolcsi pálinka, a hideg sör, kiváló vadételek, kiváló halételek, egy majdnem három napig tartó horgászat, és természetesen egy nagyon szép szabolcsi tájban eltöltött gyönyörű háromnapos családias időszak. Én igyekszek kilátogatni majd a későbbi rendezvényekre, és a holnapi és a holnap utáni napra is.
Ezt azért teszem, mert én is előszeretettel művelem, csak úgy, mint főigazgató úr, hogyha időm engedi a horgászatot, és bízom benne, hogy itt Tiszavasváriban is valóban egy önfelett és rendkívül hallgazdag rendezvénynek adhatunk otthon. Én még egyszer köszönöm, hogy megtiszteltek a kedves jelenlétükkel, én mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok, és természetesen én is azt mondom, hogy holnap is és holnap után is görbüljön a bot. Jó szórakozást! Köszönjük szépen! Úgy látom, hogy minden vendégünk sportás. A következő köszöntőnk a Gömze Sándor úr, Tiszalökváros polgármestere, szintén hódol ennek a szenvedélynek. Ilyen apropóból is kérem, hogy egy pár szóval tiszteljen meg bennünket. Köszönöm a szót! Kedves vendégek, mindenki szeretettel köszöntök én is, és örülök, hogy ilyen sokan vannak. És igen, hallottam a reakciókat a szabolcsi pálinkával kapcsolatban. Tehát a múlt időről beszéltél már, tehát már nincs. Úgyhogy a hangulat jó. Kedves ismerősömet, Tamás Józsit megszólítottam az előbb, hogy jókedvű és derűs, helyes, hogy akkor ő most csali a mai napon, vagy horgász. Mondtam, hogy csali volt, honnan fog horgászni. Ahogy Erik polgármestertársam is mondta, én is horgász vagyok, vagy volnék. Székely bácsi a vízben, de azt most nem fogom elmondani. Úgyhogy néha lefúj a szél a vízre, és örömmel beszélgetek az arra járókkal, és általában megbeszéljük, hogy miért nem fogunk halat. A legutóbbi élményem Erikkel az volt, amikor a tiszatardosi kompon mentem át, és akkor csónakkal közlekedtetek. Legalább ti megpróbáltatok horgászni, és akkor rám kérdezett, hogy mikor fogok majd egyszer. Először is örülök, hogy itt van ez a verseny, és ahogy István legutóbb, amikor erről először beszéltünk, mondta, hogy hát ők nyerték az előző versenyt, ilyen, nagy öröm, gratulálok így utólag is, és remélem, hogy most is jól fognak versenyezni, de ahogy polgármester is mondta, szerintem aki itt van, és itt lesz a következő napokban, mindenki csak nyert. Majd arra tessenek vigyázni, hogy víz közelében, ha jönnek az égiek, akkor csak óvatosan. Úgyhogy én is kívánok mindenkinek nagyon jó eredményes horgászatot, eredményes, hasznos időtöltés, sok-sok beszélgetést, hiszen nagyon sok ember találkozik ilyenkor, és olyan kapcsolatok is születhetnek, ami hosszú távon is megfújja a helyét. Mindenkinek jó szórakozást, eredményes horgászatot kívánok. Hát, na jó, görbüljön a bot. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Én a szervezők és magam nevében is nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Sokat dolgoztunk azért, hogy megrendezzük ezt a horgászversenyt, tehát érezzétek jól magatokat! Elhangzott a hivatalos jel, megkezdődött a horgászverseny, nagy tisztelettel köszöntöm Sági István, mondhatom úgy, hogy a rendezvénynek a főszervezőjét. Milyen előkészületek voltak itt számodra, mennyire volt nehéz, vagy a munkád mellett mennyire sikerült összehozni ezt az egész három napot? Hát nem kis munka volt, de nem egyedül végeztem természetesen, hanem egy csapat állt mögöttem, akik nagyon sok mindenben tudtak segíteni. Azért hónapokra nyúlik vissza a szervezésnek a kezdete, a szponzoroknak a fölkeresése, egyáltalán a helynek a kiválasztása, ahol horgászhatnak a csapatok. Tehát ez egy hosszú-hosszú munka volt, és tényleg komoly munka. Nézzünk egy kis statisztikát, hány csapat, hány fővel van jelen ezen a háromnapos rendezvényen? 22 versenyző csapat van, egy csapat 4 főből áll. Van, akivel hozzátartozók is érkeztek, van olyan, aki családdal jött, kicsi gyerekkel, tehát igazából családias jellegű a verseny. Kiírásban úgy volt, hogy ez országos, valóban? Így van, az ország nagyon sok részéről, Vas megyétől kezdve, Csongrádig, tényleg minden felől jöttek versenyzők. Az az érdekesség, hogy te tiszalöki vagy, és Tiszalökön ott van a kenyérgyári holtág, és mégis itt a vasvári Kacsáson van ez a verseny. Miért? Igen, elsősorban a tiszalöki kenyérgyári holtággal kokettáltunk, de sajnos az elszállásolás miatt el kellett vetnünk ezt a lehetőséget. Itt Tiszavasváriban adott az ifjúsági tábor, ahol faházakban tudnak pihenni a versenyzők. Infrastruktúrálisan alkalmasabb ez egy ilyen versenyre.
Itt, akik itt vannak, valamennyien az országos mentőszolgálat alkalmazottjai, azt hinni az ember tényleg, hogy szinte nincs is lehetőségetek és időtök arra, hogy olykor kijöjjetek a vízpartra, de amint látszik erre, igenis van igény. Van, igen, és nagyon sok horgász van a mentődolgozók között. Valamiért gondolom, ez predesztinálja az a munka, vagy az a fajta személyiség, akik a mentőknél dolgoznak, hogy talán nagyobb arányban is vannak, mint egyéb más szakmákban. Az egyszerű ember csak annyit látott, vinnyog a mentő, megy gyorsan, és hogy nyilván aki benne van, az minden teljes odaadással próbálja végezni a munkáját. Ez nagyon nagy felelősséggel jár nektek. Ez egyfajta olyan jellegű kikapcsolódás, amikor mondhatjátok, hogy teljesen csak erre tudtok koncentrálni? Igen, többféle formája van a horgászatnak, de én úgy gondolom, legtöbben azt a fajtát választják, amikor elvonulva a külvilágtól, az emberektől, lenyugodva, lecsendesedve tényleg tudnak regenerálódni. Most ez egy verseny, mennyire csináltok ebből presztist, hiszen évről évre más helyszíneken van ez, hogy mégis ki lesz a győztes, ki a bajnok? Azt meg tudom mondani előre. Miért van olyan profi? Természetesen nem magunkra gondoltam, de nem, ez csak vicc. Viszont komolyan veszik, azért látható a felszerelésekből is, a hozzáállásból, az előkészületekből, hogy igenis komolyan veszik a versenyt, és küzdenek a csapatok, és szeretne mindenki nyerni. Beszéljünk akkor a díjazásról, hiszen te említetted a szponzorokat. Mennyire mutattak hajlandóságot arra, hogy segítsék nektek ezt a 3 napot anyagilag, hiszen tudjuk, hogy ráfér? Hát hál' Istennek nagyon sok támogatónk van. Önkormányzatok, Tiszalöki önkormányzat, Tiszaosvári önkormányzat, Tiszadadai önkormányzat, magánszemélyek is, olyan cégek, amelyek horgásztatással, horgászeszközgyártással, forgalmazással foglalkozik, tehát tényleg teljesen széles a paletta, és szerencsére nyitott ajtókat találtunk mindenhol, szinte ahol kopogtattunk, és nagyon ilyen szempontból könnyű volt. Versenyzők nem hallják ezt a beszélgetést, árul, de hogy mik lesznek a díjak? Hát nagyon komoly díjak lesznek, elsősorban horgászfelszerelés, botok, orsók, ugye a horgászok körében ismert Walter Tamás, aki kétszeres egyéni világbajnok, csapatvilágbajnok, és ő ajánlott föl személyesen horgászbotokat, Döme Gábor szintén, mázsányi etetőanyag, villantó, sok kis kiegészítő, tehát nagyon sok minden nyeremény lesz. Van valami előtapasztalat, hogy mit vártok a versenytől? Most nyilván arra gondolok, hogy milyen a fogási lehetőség, mennyi lesz az a halmennyiség, amit sikerül kifognatok? Hát a hazai pálya előnyét igyekeztünk kihasználni, tehát teszteltük a vizet, voltunk itt, viszonylag jó fogások voltak, azért is esett a választás erre a vízre többek között, mert szinte biztos, hogy mindenki fog halat, úgy nem fog senki fölállni, hogy egy kapása sem volt, úgyhogy én jó versenyre számítok, és sokára. Van itt olyan, hogy a felettest nem illik megverni? Remélem. Nem. Itt ez sport. Vasárnap zárjátok ezt a 3 napos találkozót. Mennyire lesz nagy megkönnyebbültség számodra, amikor már az utolsó vendég is elmegy, és megtörölted a homlokodat, hogy hála Istennek. Igen, biztos, hogy lesz egy ilyen érzés, hogy hú, most már leengedhetünk, és ugye ez egy folyamatos készenlét, itt az ember mindig ugrásra készen megoldani problémákat, figyelni a vendégekre, segíteni nekik, minden menjen, minden klappoljon. Ez igen, ez egy feszültség és komoly felelősség. Lesz egy megkönnyebbülés vasárnap délután. A versenyző kollégáid megkértek, hogy jó sokat beszélgessek már veled, mert profi vagy, és addig se fogsz halad. Köszönöm szépen akkor a beszélgetést a Fairplay nevében, megköszönöm majd nekik is. Tényleg köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál, és jó horgászatot, hajrá Vasvári, hajrá Tiszalök. Tiszalök, hajrá Tiszalök, tiszalöki csapat. Rendezvény kuriózuma, a női csapat, itt vagy most nagy szeretettel köszöntelek benneteket, légy szíves, mutasd be a csapatot. Szia, Bankó Lászlóné vagyok, a sürgősségi osztályról jöttünk, Nyíregyházáról. Aki mellettem van, együtt pacázunk, az Anett, és még van 2 kolléganőm, akik ott a... Hanyas? Mindegy, tök mindegy, melyik, ott vannak kicsit arrébb.
Óberti Baja és Gyüre Anikó. Még van, még jött velünk még egy fiú is, meg egy lány is, de ők ott maradtak a kis kunyhónkba, főznek. Hogy horgászok általában? Tehát egy normál hétköznapi szoktál horgászni? Nekem fogalmam nincs a horgászathoz, a pecázáshoz. Anett, na ő a felszerelés, ő minden. Na hát ő mondhatni azt, hogy heti szinten horgászik. Na, na mindjárt elmondja Anett is akkor a dolgokat. Igen, igen, ezt az, inkább ezeket tőle, jó? És ott a két kolléganőm, hát a pecázásról ők sem nagyon. De hát, amúgy csak mondom, jelzem, hogy már egy halat fogtunk. Te is? Hát itt vagyok, akkor én is. Na, hát ez nagyon jó. Hogyan nézitek magatokat itt ezen? Nagyon jól, és köszönjük szépen a meghívást, nagyon jól érezzük, mindenki kedves, mindenki aranyos, nagyon jó. Örülünk, hogy eljöttünk, és örülünk, hogy meghívtak. Ez a sürgősségosztály, tudjuk, jól láttuk a tévében, vagy szoktuk látni, hogy milyen sürgős forgás van valójában számotokra, és ez egy igen jó kikapcsolódás, most nem kifejezetten csak a horgászat, hanem maga az, hogy eljöztük egy ilyen buliba, és nincs beteg, és nincs rohanás. Nagyon-nagyon jó, főleg így, hogy akik most eljöttünk, azok eléggé össze vagyunk így kovácsolódva, és nagyon jó barátságban vagyunk, és nagyon jó ez most, ez nagyon ránk fért így, hogy most együtt, így ezt a háromnapos rendezvényen itt együtt vagyunk, és pihenünk, és csak pihenünk. Akkor az abszolút lazítás. Nagyon az. És hogy tudjátok megoldani, hogy a munkahelyen ilyenkor más megy be helyettetek, vagy? Hát a főnővérünknek ezt jelezzük időben, és akkor ő úgy csinálja beosztást, hogy mindenkinek jó legyen. Mondtad, hogy férjezett vagy, férjed is itt van? Nem, és sajnos nem tudott jönni. Nem. Ez most úgy jöttünk, hogy csak a munkával csajok. Ez most egy ilyen csajos buli. Tegnap este jöttetek? Tegnap délután, igen. Aha. 4 óra körül. Tehát akkor végül is estére belekóstoltatok itt a vasvári levegőbe. Az biztos. Igen. Strand? Voltunk, igen. Hát nagyon jó volt, csodálatos volt. Nagyon jó volt a termálvíz, jó meleg. Jó volt, nagyon jó. Gyönyörű, szép volt. Ha most kellene tippelni, mit tippelsz, hogy hol fogtok végezni? A női kategóriában szerintem mindenképp az élem. Amúgy is az élem. Igen, van önbizalom. Igen. Első, második hely. Valamelyik. Aha, hát ez nagyon jó. Vagy pedig akkor, ha mondja, jó, akkor dobogó. Na így jó, egyezünk meg a dobogóba. Jó, na figyelj, itt a lehetőség. Üzenj haza valamit apának. Jó. De csak az őszintét. Mit üzenjek? Bármit, szia apa! Hello, jó munkát, mert ő dolgozik sajnos, vagy ha nem dolgozik, jó kikapcsolat, és ő is ment a haverjéval valahová elvileg, hanem akkor otthon. Ő is egészségügyben dolgozik? Nem, teljesen más. Jó, na maradjunk csak ennél a témánál, és mennyire látja a te munkádat, mennyire érti meg, vagy próbál... Mikor olyan napod van, és hazamész egy kicsit olyan feldúltan, mennyire ért meg? Teljes mértékben megért. Az egész életünkben már mi együtt vagyunk 18 éve, és annyira összekovácsolódtunk már, hogy... Mi 2 éves korodban kerültetek össze? Hát igen, köszönöm. Hogy amúgy is megért, szóval teljesen segítés, és igenis átlát mindent. Tehát akkor ez egy optimális párkapcsolat. Nagyon az. Igen. Na hát én azt hiszem, hogy köszönöm szépen. És akkor most Anettel szeretnék néhány szót váltani kifejezetten a horgászatról. És akkor az előbb a kolléganőt, barátnőd említette, hogy na Anett, olyan nagy horgász. Mutatkozz be, légy szíves. Sziasztok, Pásztor Anett vagyok. Ez egyáltalán nem igaz. Amióta a sürgősségén dolgozok, egy szem szabadidőnk nincsen, úgyhogy nem. Tényleg, amikor tehetem, eljárok, de igazából a párommal és a haverokkal. Úgy, ez mennyire, amikor teheted, körülbelül milyen idők? Hát pontosan nem lehet tudni, nyilván ahogy a beosztás engedi, de azért általában havonta egyszer-kétszer eljutunk szerencsére. Felszerelés a saját, amit most itt van a parton? Részben, inkább kölcsünk értem pároméktól, de igazából mi a folyóvízre vagyunk szakosodva, inkább oda járunk le a Tiszára, aztán ez a tavi horgászat egy kicsit így... Fenekezés, vagy inkább az úszózás az, ami jobban illik? Vagy megy? Hát folyóvízen a fenekezés az egyértelmű, de... Jó, hát nőről van szó, igen. Nem, mert tulajdonképpen teljesen mindegy végül is. Lehet ezzel is, azzal is halad fogni, nyilván szerencse kell hozzá, meg egy jó csali. Na, áruld el, hogy most itt kifejezetten mire horgászol, és milyen csali van? Tulajdonképpen ilyen férfi mezőnyben teljesen mindegy, csak fogjunk valamit. Tehát teljesen mindegy. Nem egyébként vegyessel megyünk, csonti és csalit is kéne van egy csemege kukoricánk. Uh-huh.
Tényleg, a srácok mit szólnának, ha levernétek őket? Fognátok 132 kiló halat most hirtelen? Szerintem már este sírva hazamennének. Tuti. Már tegnap este megbeszéltük, közöltük velük, hogy azért itten kemény erők vannak. Keményen összeszedtük a csapatot, úgyhogy kössék fel a gatyát. Próbáltad már Csalinak a vasvári vegyes pálinkát? Hát nem. Kell egy deci belőle, azt megiszod, és utána bekevered a Csalit. Igen, az úgy jó, mert akkor pont mindig azt látom, hogy kapáson, és akkor ki bejár a bot, nem? Mindig mozogna a kép, ilyen mozgókép. Hány bottal vagytok? Egy. És hát, ha most kapáson még ötök ugrik? Hát azt hiszem én. Valahogy ő ott figyel a háttérbe, hogy mikor mozog valami, aztán én megvetődök. Na jól van, nem rabollak el. Hát kívánunk nektek jó sok halat, meg hogy érezzétek magatokat jól a maradék hátralévő másfél nap alatt. Köszönjük szépen.